A Tartományi Természetvédelmi Intézettől érkezett levelet mutatja Bodrogi Béla. A Népkör Magyar Művelődési Központ főtitkára szerint senki sem mondott, vagy írt olyat az illetékesek közül, hogy az Interetnó Fesztivál játékát ne engedélyeznék. A levélben nem áll deciden, hogy be van tiltva, csak megvannak vannak szabva a és senki törse nem hangzott ilyen a szervezők részéről el, hogy be van tiltva. A főtitkár hozzátette, hogy a levélben olyan feltételeket szabtak meg, amelyeknek a szervezők nem tudnak eleget tenni, egyebek mellett a rövid idő miatt. Ide sorolta azt a kitételt is, hogy a tervezett palicsi tűzjáték hangereje az éjszakai időszakban nem haladhatja meg a 40 decibelt. Bodrogi szerint a nézőket így is látványos műsorral várják. Lesznek látvány elemek, a műsorba, meg minden, de olyan, ami se nem tűzveszélyes, mert az is az egyik föltételva, olyanok, amik nem veszélyesek a környezetre is, sőt, még olyanok is, amik eleget tudnak tenni ennek a hangszintnek a föltételeihez is. Természetesen mind csak azt nézzük mindenféle kép, hogy eleget tegyünk mindenben a törvényes előírások. Az ügyel kapcsolatban megkerestük a Palics Ludas közvállalat illetékeseit is, mivel az intézmény a Palicsi Természetvédelmi Terület kezelője is. Dobó Márta megbízott igazgató elmondta, hogy a tűzijáték nincs betiltva. A tartományi természetvédelmi intézet augusztus 17-én a kezelőhöz, aki a palislás közvállalat meg megküldte a feltételeket, ami alapján az internet -no Fesztiválon a tervezett tűzijáték milyen feltételek mellett lehet megszervezni. Tehát egyértelmű, hogy nincs betiltva, nincs megtiltva, nincs semmiféle tiltás azzal kapcsolatban, hogy tűzijáték legyen. Az interneten megjelent cikkben az áll, hogy a tartományi környezetvédelmi titkárság nem engedélyezte a tűzijáték megtartását. A megkérdezett illetékesek azonban nem a titkárságtól, hanem a tartományi természetvédelmi intézettől kaptak levelet a feltételekről.